Sziasztok! Hoztam nektek az energiakártyám üzenetét szeptember hónapra. Megnézzük, hogy milyen energiák lesznek, mi áll fókuszban ebben az időszakban. Természetesen ez egy kollektív kirakás, nem rezonálhat mindenkivel. Hogy kiknek szól, megtalálod a videó alatti leírásban. A személyre szabott jóslást, energetikai tisztítást, elemzést szeretnél, Amerika Jósnő Facebook oldalamon tudunk privát üzenetben egyeztetni, ha a kártyáimból szeretnél rendelni, vagy csatornatag szeretnél lenni, hogy plusz információkhoz, friss videókhoz juthass, egyedi tartalmakhoz. A videó alatti boxban minden leírást megtalálsz. Ha még nem iratkoztál fel, a képernyő legalján jobb oldalon, a piros nyíllal megteheted. A kihúzott lapok a vezetés, a gyökerek és a terv. Az első kártyán egy imamalmot látunk, ami gyönyörűen világít. Az imakerék a buddhizmusban használt, egy olyan nyeles kerék, aminek a megforgatásával az írástudatlan emberek is gyakorolni tudják a buddhista tanokat. Az indiai mesterek tanították a hagyomány szerint a használatát. Az imakerék funkciója a bölcsesség és a jó karma összegyűjtésére használatos, és a negatív cselekedeteket megtisztítja. Tulajdonképpen a megvilágosodás eléréséhez hozzájárul. Az imakerék egy vizuális segédeszköz, megfelelő gyakorlattal, specifikusan különböző mantrákat írtak rá. Az imakerék használata fejleszti a tudatunkat, a spirituális erőnket, a látásunkat, a gondolatainkat, tisztít minket. Az imamalmok ábrázolásában a fa is megjelent, ami a második energiakártyán meg is mutatkozik, hiszen a gyökereket látjuk, olyanok, mint a karmakerekek. Az is lehet, hogy a spiritualitásban ebben az időszakban jeleket kapsz, vagy fejlődni fogsz. Az imakerék azt üzeni neked, hogy te is fénygyújthatsz az életedbe, fejlesztheted a spiritualitásodat. Egy csodálatos terebélyes fát látunk, amely hosszú gyökereivel a földbe kapaszkodik, és a fény felé nő. A fa, mint az életerő, az egészség szimbóluma, a stabilitás szimbóluma, hiszen földelemhez tartozik, de a saját gyökereinket, a rokoni ágat, a felmenőinket is jelképezheti, utalhat a gyökércsakrára is. A kártya azt üzeni, hogy ahhoz, hogy a stabilitásod megtaláld, tisztítani kell az energetikai rendszert. Itt most a gyökércsakra hangsúlyosságán van a fókusz, ami piros színű. Hogyha a gyökércsakránk megfelelően működik, akkor el tudjuk élni a céljainkat, könnyen meg tudjuk valósítani. Van önbizalmunk, egészségesek az emberi kapcsolataink, két lábbal állunk a földön. Ez az alapcsakránk. Hogyha ez a csakra kiegyensúlyozatlan, akkor különböző problémák lehetnek, energiahiány, nincs motivációnk, akár az emésztésre is kihathat, a keringésre, és félelmekkel, aggodalmakkal vagyunk tele. Nem találjuk a stabilitásunkat, és az anyagi világban, a pénz területén is egyfajta elakadást tapasztalhatunk. A gyökér csakra energia lerakó helye a mellékvese, de a lábfejek, a láb, a nemi szervek, a farkcsont, a vastagbél mind ide tartoznak, a túlélés és az ős eredet, ami hozzátartozik az élni akarásunk. A piros színű ásványokkal támogathatjuk a csakra működését. Akhát, hematit, gránit, jáspés, rubin, aromaterápiával a szegfűszeg, a cédrus, ami hozzárendelhető a természetben a nap felkelte, a nap lemente, a föld illata, a piros zöldségek és gyümölcsök fogyasztása is támogatja a csakra működését. Az is lehet, hogy a spiritualitásod által, az ősi vérvonal tisztításával, apai anyai ág tisztításával egy-egy karmát, betegséget le lehet tenni. Ezért legyen fókuszban az energetika rendszerünk tisztán tartása. Nem csak a gyökércsakránkról van szó, hanem általában az egész energetikai rendszerről, az auráról, a meridiánokról, hiszen
Ha minden megfelelően működik, nincs elakadás, az életenergia akadálytalanul áramlik, az élet minden területén harmóniában lehetünk. A terv kártyáján látunk egy iránytűt, nagyítót, tollakat, ami azt üzeni neked, hogy ha valamit szeretnél változtatni az életeden, kezd magaddal, tisztíts magad, tisztíts a gondolataidat, hiszen ha magadon dolgozol, a családod is automatikusan tisztul, és a környezeted is harmonikusan változik. A terv arra ösztönöz, hogy írd össze, hogy mit szeretnél megvalósítani, mit szeretnél megváltoztatni a jövőben. Az ezzel kapcsolatos tanulmányokat is jelezheti, hiszen a spiritualitással kapcsolatban az is lehet, hogy tanítasz, vagy épp tanulsz, és úgy képezed magad. Mindent aprólékosan ki kell dolgozni, lassú folyamatokat mutatnak a kártyák, hiszen a fa is sok-sok évtized alatt nő terebélyesre, hosszú évek alatt, egyre stabilabb. A spiritualitással kapcsolatban bármit is tervezel, te lehetsz a fény az embereknek, hiszen látjuk, hogy a fénylő imamalom az ember kezében nem csak magának, másoknak is utat mutat. A vezetés képessége benned van, de ahhoz, hogy más embereket is vezess, vagy felnézzenek rád, először a saját életedet kell vezetned. Ehhez pedig tervek szükségesek, minden lépést ki kell dolgozni, és pozitívan megvalósítani. A spirituális vezetés, vezettetés azt feltételezi, hogy minden erő minket támogat abban, hogy minden esemény, ami velünk történik, a mi érdekünket, a fejlődésünket szolgálja. Tudd, hogy te is vezetve vagy, hiszen a fenti világok, ott vannak velünk az angyalok, a spirituális vezetőink, szellemi vezetőink, vagy akikkel kapcsolatban vagy. Tudd, hogy mindenkinek van szellemi vezetője, sőt, több is, attól függ, hogy hány tevékenységet végzel, azért segítenek nekünk a szellemi vezetőink, mert ők is hasonló kihívásokkal birkóztak meg az életük folyamán, ezért szívesen segítenek nekünk. Azért jelennek meg, hogy utat mutassanak bizonyos tervek, feladatok végrehajtása során, mivel előző életeik során ők már mestereivé váltak egy-egy ilyen területnek. Szellemi vezetők lehetnek családtagok is, akik átléptek a más világba, és úgy döntöttek, hogy segítenek nekünk. A gyökerek szimbóluma ezt feltételezi, de akár az őrangyalunk, segítőnk, bárkik jelen lehetnek a fenti világokból. Te is kérd a szellemi vezetőd, a fentiek segítségét, ha egy problémád van, hogy segítsenek megmutatni az utat és a megoldásokat.